Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A hold mozgása kihat az életünkre. A hold most kapcsolatban áll a kígyó tartó csillagképpel. Ez a kígyó tartó nem más, mint Asklépiusz, az égi orvos, és ez kihat most a napjainkra, ennek van egy gyógyító ereje. És most megtekintjük azt, hogy mit közölnek a kártyák a szerelmet illetően. Te elfoglalod most a helyedet az életben, ha egy hölgy vagy, és a kezedben van ez az arany kehely, vagy pokál. Ez utal a víz elemére, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát te átélsz most valamit, amikor érzelmekről van szó, ez a párkapcsolat, de lehet egy belső forrás is, a te intuíciód, az inspiráció. Itt ezen a kártyán látható, hogy te összehasonlítasz bizonyos dolgokat, és kell a belső egyensúly, tehát választások előtt állsz. Mivel itt az érmékről van szó, ez utal a pénzügyi dolgokra, a munkára, a hivatásra, az lehet, hogy most van egy ajánlat, és lesz egy munkahelyi változás. Akkor az a királynő, a kelyhek, illetve a víz eleme felett, az utalhat egy spirituális területre. Itt is az érmék láthatóak, és itt kivirágzik valami, de még vannak bizonyos korlátozások. Ez lehet az anyagi helyzet, vagy a te félelmeid, bizonytalan vagy, a munkahelyi változásról van szó, felteszed a kérdést, tegyem vagy ne tegyem. A kép azt mutatja, hogy uralkodsz az érzelmek felett, vagy felfedezed a belső forrásodat, ami jelenti az intuíciót, az inspirációt. Itt vannak lehetőségek, hogy legyen munkahelyi változás, és ez lenne egy kreatív tevékenység, vagy egy spirituális terület. Itt döntésekről van szó, de te úgy érzed, hogy itt még vannak korlátozások, vagy ami az anyagiakat illeti, vagy még vannak félelmek. Tedd át magad ezeken a félelmeken, hiszen itt vannak lehetőségeid, itt a háttérben ez a csónak szimbolizálja a reményeket. Amennyiben párkapcsolatról van szó, akkor az érmék jelentik a belső értékeket, a te belső értékedet is. És akkor ez a kép azt jelenti, te még egy kicsit bizonytalan vagy, hogy értékes vagy-e számára, és ez jelenti ezt a korlátozást. Még mindig a szerelmi életnél maradunk. Mit mutatnak a kártyák? A lelki társad kezébe veszi ezt a botot, az azt jelenti, hogy cselekedni fog. De mielőtt közöl veled valamit, mielőtt jönni fog, még megtekinti ezt a botot, illetve ez azt jelenti, hogy odafigyel arra, hogy mi az, ami őt lelkesíti. Itt a tűz eleméről van szó, az utal a testi kapcsolatra is. Mivel ő odafigyel, ez azt jelenti, ez érdekli őt, de még nem meri kimondani. Itt megvannak nála az ötletek, az elképzelésed, és gondol erre, itt döntésekről lesz szó, és hamarosan lesz egy közeledés,
hamarosan lesz beszélgetés kettőtök között. Nem csak ő keresi ezt a kapcsolatot, hanem te is. Itt lesz egy új kezdet, egy közös életút, vagy terveztek valamit közösen. Kezdetben még valami nehéz, hiszen sok mindent cipeltek. Valamit itt el kellene engedni. Ezek lehetnek gondolatok, vagy érzelmek, mint például félelmek, vagy bizonyos kapcsolatok, vagy sok a munka, sok mindent kell rendezni. Őt lelkesít valami, keresi veled a kapcsolatot, a testi kapcsolatot is, de jelenleg még várakozó. Holott itt lesz egy új kezdet kettőtök között, és amit ez a kép mutat, hogy itt lesznek cselekvések, keresitek a kapcsolatot te is vele, és itt lesznek fontos beszélgetések. Ez a kép utal a megújulásokra, lezárjátok a múltat, lesz egy új kezdet, ez olyan, mint egy új újjászületés. Itt ez a főpap esküszik valamire, ő is fog esküdni valamire, és megbízhatsz a szavaiban. Amit ez a kép még jelenthet, a hit, a szeretet, vagy egy spirituális életterület. Itt lesz mozgás, előre mennek az események. Dönteni fogtok, melyik irányba haladtok. Ez a fehér szín utal egy jó kezdetre, akadályok nélkül mennek előre az események. A fekete szín azt jelenti, hogy itt még vannak emlékek a múltból, félelmek, bizonytalanságok. Itt ez az irány, az fékezi az eseményeket. Tehát bízzatok abban, hogy itt lesz egy új kezdet, hiszen itt vannak a megújulások, ez az angyal segít ebben, itt van a főpap is, tehát itt megvan a hit, a remény, és jó irányba haladnak a dolgok. Ez a kép utalhat utazásokra, változásokra, költözködésre is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!